A Szekszári Szakképzési Centrum Eszterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium standja előtt állunk, ahol Klics Ildikóval fogunk beszélgetni. Milyen képzési formákkal várják az ideérkező tanulókat? Több képzési formánk is van. Egyrészt van a technikumunk, amelyben fodrás, sport, szociális, erősáramú gépésztechnikusokat várunk. Ez egy 5 éves képzés, és az az előnye, hogy 5 év alatt ugye érettségit is kap, technikusi bizonyítványt, sőt, ez a technikusi vizsga, ez egy emelt szintű érettséginek felel meg, és egy egyenes út vezethet a megfelelő ágazatba az egyetemekre, és nem kell felvételt így az egyetemen végezniük. Várjuk a 3 éves képzésre a szakképző iskolába a tanulókat. Itt villanyszerelő, hegesztő, szakács, pincér, vendégtéri szakmunkás, ipari gépész, épületszerkezet lakatos és szárszámkészítő szakmákat indítunk. Illetve van egy orientációs képzésünk, amely azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik nem tudják, hogy mi szeretnének lenni. 1 év alatt több szakmát megismernek, és akkor kiválaszthatják, hogy melyik szakmára mennek utána. Itt például kipróbálhatják a hegesztő, az asztalos, a szakács, a pincér, a villanyszerelés. Tehát minden, ami a 3 éves képzésünkben benne van, azt egy kicsit megmutatjuk, és akkor eldöntik, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek. Illetve van a szakiskolai képzéseink, ami kimondottan esenis tanulóknak indítunk, 1 év előkészítő, és utána pedig szakácssegédek, illetve lakástextilkészítők lehetnek. Jövő héten, november 20-án tartunk egy nyitott tanműhely címmel egy nyílt napot, ahol a tanműhelyeinket nézhetik meg, tehát az előbb említett képzések kiegészülve az autószerelővel, ami most gépjármű, mehatronikai technikusnak hívják, ők a 2 éves képzés az érettségizőknek ajánljuk.